Sok szeretettel köszöntelek. Először is kezd azzal, hogy készíts elő egy gyertyát és egy gyufát vagy öngyújtót. Addig nyugodtan állítsd meg a videót és indítsd újra, hogyha ezek előtted vannak. Majd helyezkedj el egy kényelmes ülő pozícióban, egyenes háttal, akár földön, akár kanapén, akár széken ülve. De hogyha kitámasztod a hátadat, akkor bizonyos, hogy meg róla, hogy nem dől ki hátrafelé a gerinc a függőlegesből. És találd meg azt a pozíciót, amelyben meg tudsz érkezni a mozdulatlanságba. És hogyha ezt beállítottad, akkor gyújtsd meg az előtted lévő gyertyát. És helyezd el egy olyan pozícióba, hogy kényelmesen tudjál rátekinteni. Ne kelljen erőltetned a szemedet. Ez lehet, hogy akár egy kis asztal, vagy valami fajta alátámasztás jól jön. És ahogy elhelyezkedtél te magad is, és a gyertya is, először figyeld meg azt a testhelyzetet, amiben a tested most éppen elhelyezkedik, és gondolatban pásztázd is végig a fizikai testet. Engedd meg, hogy most minden izom megpihenjen, a nyak egyenes, a gerinc meghosszabbítása, a fej is egyenes, a nyak meghosszabbítása, az arcod izmait mindenképpen lazítsd el, az arcizmok megfeszülése nem szükséges ennek az ülő pozíció fenntartásához. Majd figyeld meg a légzésnek a folyamatát, ahogy történik veled, ahogy természetes módon, magától értetődően lélegzel. És fókuszálj most be minden figyelmet erre a légzésre. Hogy a ki- és belégzés, mint egy táncot jár benned. Felváltják egymást. És ritmikusságukkal ellazítanak téged. Majd pedig ezt a fókuszált és éber, de ezzel együtt ellazogott figyelmet irányítsd a gyertyalángra. Ha esetleg eddig behuny szemmel voltál, akkor engedd a szemeket kinyílni, csupán annyira, hogy lásd ezt a gyertyalángot. Csupán annyira, hogy lásd ezt a gyertyalángot. És lazán, de fókuszáltan tartsd a tekintetedet ezen a lángon. Ugye jellemzően a legtöbb meditációs technikát csukott szemmel szoktuk végezni. Eképpen ez a fajta gyakorlás különböző a talán eddig megszokottaktól, de hogyha csak arra gondolsz, hogy az élet is nyitott szemmel történik, akkor ez egy nagyon fontos képesség.
hogy nyitott szemmel is meg tudjam tartani a figyelmemet, a fókuszomat, a jelenlétemet. És mostantól kezdve teljes figyelmedet ajándékozd oda ennek a gyertyalánnak. És bármikor azt érzékeled, hogy valahova máshova elviszi, mint egy elrabolja a figyelmedet az elme. Tehát egy belső gondolat, vagy emlék, vagy egy jövőbeli kép elviszi a figyelmedet, és már nem a gyertyalángra fókuszálsz. Amikor ezt észrevetted, akkor finoman, gyengéden hozd vissza, és mint egy horgonyozd be a gyertyalánkba. Annyiszor tedd ezt meg, ahányszor ez megtörténik. És anélkül tedd ezt meg, anélkül hozd vissza a figyelmedet, hogy minősítenéd, megítélnéd, vagy bármilyen más kommentárt fűznél ahhoz, hogy valahol máshol járt a figyelmed. Egyszerűen, amikor észlelted, visszahozod, és ráfókuszálod a gyertyára. És ehhez most egy pár percig magadra is hagylak, hisz fontos, hogy ezt anélkül is tudd érzékelni, tapasztalni, hogy valaki kísérne téged ebben, de légy résen, előfordulhat, hogy ahogy a hangom és a zene elhalkul, az elme aktivitás ezzel felerősödik. Ha ezt érzékeled, semmi gond. Mindig visszahívod a figyelmedet, és oda ajándékozott a lángnak.
ahogy ismét hallod a zenét, és hallod a hangomat. Figyeld meg mindazt, ami történik. Figyeld meg, hogy milyen állapotba érkeztél. Anélkül figyeld meg, hogy elvárnál bármit is. Anélkül. És tudatosítsd a fizikai testnek a határait, ahogy hozzáérnek ruhadarabok, akár a szék, akár a talaj, vagy éppen a fal. És vegyél majd egy jó mély levegőt. Vegyél még egy jó mély levegőt, tarts bent egy kicsit, és egy nagy sóhajjal enged ki. Majd vegyél még egy jó mély levegőt, töltsd meg a tüdődet, amennyire csak tudod, és tartsd bent a levegőt. Tartsd bent, és tartsd még mindig egy kicsit, majd egy nagy sóhajjal enged ki, és térj majd vissza a normál légzéshez. Mozgasd meg a tagjaidat, nyújtózkodj, sóhajtózz, hogyha jól esik. És a kommentek között meg tudod osztani, hogy milyen megéléseid voltak ennek a fajta meditációs gyakorlásnak a során. És javaslom, hogy a meditációt építsd be a mindennapjaidba. Mind ilyen formális módon, ahogy most tetted, mind pedig rutincselekvések közben, a jelenbe folyton visszahívni a figyelmet. Erről beszélek bővebben az általános tájékoztatóban, a meditációról érthetően videóban. Ezt ezen a linken meg tudod találni. Nagyszerű gyakorlat, hogyha nem csupán a formális meditáció közben, hanem teljesen hétköznapi rutincselekvések közepette is. Folyamatosan a jelen pillanatban van a figyelmünk, ezáltal a teljes tudatosságunk és a teljes lényünk. Jó gyakorlást és további szép napot!